5 milliárd forintos beruházásba kezd a székesfehérvári Videoton. Az elektronikai szereléssel foglalkozó vállalat egy 20 ezer négyzetméteres épületkomplexumot épít, melynek alapkövét a gyár területén kedd délelőtt ünnepélyes keretek között tették le. A hullámforrasztási folyamat itt ezen a ponton történik. A hullámforrasztás is az elektronikai alkatrészek egyik gyártási folyamata. A csarnokban a Videoton ilyen ipari elektronikai szerkezeteket készít. A gyártás jelenleg két üzemcsarnokban történik nagyjából 17 ezer négyzetméteren és 770 dolgozóval. Klambauer Csaba igazgató elmondta, a kapacitás bővítés saját erőből finanszírozzák. A beruházás várhatóan 2018 év végére készül el, és a fejlesztésnek köszönhetően a jelenlegi 70 millió eurós éves árbevétel 100 millió eurósra nő. A mai napon tesszük le az alapkövét itt a Videoton Kft. Új gyártócsarnokának a Videoton székesfehérvári telephelyén. A gyártócsarnok méretét tekintve 20 ezer négyzetméter körülire tervezzük. Ahogy a sajtótájékoztatón Sinkó Tur elmondta, még elképzelhető, hogy ez épület bővülni fog további 4 ezer négyzetméterre. Erről egy hónapon, két hónapon belül legkésőbb a döntés megszületik. Az építkezés már elkezdődött a földmunkákkal. Egy korábbi épületet ezen a területen elbontottunk, és gyakorlatilag annak a helyen valósul meg ez az új beruházás majd. Ebben a 20 ezer négyzetméterben, vagy 24 ezer négyzetméterben legalább 8,5 ezer négyzetméter gyártóterület lesz, hozzátartozó 4,5 ezer négyzetméternyi raktárterülettel, irodákkal és egyéb kiszolgáló egységekkel. Hát a méretétől függően vagy 5 milliárd, vagy 6 milliárd forintra várjuk ezt a beruházást. Milyen munka folyik majd itt, és ez mit jelent egyébként a cég életében? Hát jelenleg két telephelyen dolgozunk itt Székesfehérváron belül, a Videoton Ipari Parkban. A mostani tevékenységünket telepítjük át oda. Mi ugye alapvetően elektronikai gyártási folyamatokkal dolgozunk. Különböző elektronikai szerelvényeket gyártunk, és az új projektjeinket is ebből a csarnokba fogjuk majd átvinni. Az ünnepségen a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára hangsúlyozta, jó úton jár a magyar gazdaság. Marcinkó Zoltán szerint a kormány intézkedései és az ilyen fejlesztések ösztönzően hatnak a gazdaságra. Szükség van ma Magyarországon olyan cégekre, mint a VEAS, illetve olyan cégcsoportra, mint a Videoton. Ezek a cégek jelentik a jövőnek az zálogát, ezek a cégek biztosítják ma Magyarországon a foglalkoztatásnak a bővülését, de a megtartását remélhetőleg mindenképpen. És ezek a cégek azok, akik utat mutatnak azoknak a KKV-knak, akik ne adj Isten beszállítói a Videotonnak, és azáltal, hogy beszállítói, azáltal olyan műszaki megoldásokra kényszerülnek, vagy olyan műszaki megoldásokat sajátítanak el, amit a Videoton már több mint egy évtizede bőven gyakorol. Ha megnézzük az országnak a dolgát, és megnézzük azt, hogy hogyan és mi módon járult hozzá a Videoton az eredményekhez, akkor azt mondhatjuk, hogy kiváló eredményeket értünk el az elmúlt 4 évben. Csak két számot emelnék ki, a GDP-t, ami messze fölötte van az Európai Unió átlagának, és nagyon szép reményekre ad okot az idei esztendőben is, illetve hát a foglalkoztatás növekedésére, ami nem biztos, hogy a foglalkoztatás szintjének a növekedésére, ami ugye egy kihívás most már, akik itt ülnek a teremben cégvezetők, nagyon jól tudják, hogy milyen lehetőségek vannak még a magyar munkaerőpiacban, és hova kell eljutni ahhoz, hogy termelékenységben, hatékonyságban olyan mutatószámokat, olyan produktumot tudjanak letenni, amelyek lehetővé teszik majd ezeknek az embereknek, akik önöknél dolgoznak, vagy itt is akár dolgoznak, a magasabb fizetését. Tehát, hogyha mindezt megnézzük, akkor azt látjuk, hogy jó úton jár a magyar gazdaság, azok az intézkedések, amelyeket az elmúlt esztendőkben tett a magyar kormány, azok segítik a vállalkozásokat, ösztönzik a beruházásokat, ösztönzik arra a cégeket, hogy Magyarországon telepedjenek le, illetve Magyarországon maradjanak, és hát azt hiszem, hogy ez a mai alapkő letétel is azt mutatja, hogy ha valaki Magyarország mellett, Székesfehérvár mellett dönt, akkor azt jól teszi, és azt hiszem, hogy talán azt is el lehet mondani, hogy ezt a beruházást a Videoton nem segítséggel, nem külső visszatérítendő segítséggel
teszi meg, illetve építi föl, hanem abszolút saját erőből. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy a kormány tett azért, és tesz azért folyamatosan, hogy a Videotonhoz méretű cégek is megállják a helyüket a támogatások világában, és létrehozta az úgynevezett nagyvállalati beruházási támogatási programot, amelyben azon cégek tudnak visszatérítendő támogatásokhoz jutni, amelyek az uniós kapacitás bővítő beruházásokban méretüknél fogva nem indulhatnak. A város polgármestere köszöntőjében kitért arra, hogy a fejlesztés a jövőbe vetett bizalomjele, és a beruházást nem csak gazdasági eredményként kell elkönyvelni, hiszen, mint Csárpalkovics András fogalmazott, a vállalat Székesfehérváron közösségi erőt jelent. Megfontolt döntési folyamat vezetett el oda, hogy ezt a döntést a Videoton meghozza, és ezt a beruházást ekkora volumenben megvalósítsa. Azaz, ez kifejezetten egy olyan jövőbe vetett bizalom, ami ennél a vállalatcsoportnál egészen biztos, hogy kellően alá van támasztva. És ez a jövőt jelenti, ebből következően tehát a Videoton fejlődésén túl a város és a város térségének fejlődését is jelenti. Hiszen nem csak épületről van szó, abból se kicsi, hanem nyilván munkahelyekről, technológiáról, ahogy elhangzott, új üzletekről, tehát egy jövőképről és egyfajta bizalomról, hogy ebbe a jövőképbe érdemes egy ekkora beruházást megvalósítani. De van egy másik oka is, aminek okán ennek külön örülünk, mert fontos látni, hogy ennek a városnak az életében mit jelent a Videoton. És erre hagy hozzak egy kicsit nem feltétlenül gazdasági természetű példát, mert amikor az utolsó, éppen arra vonatkozó bejelentés történt, hogy a Videoton, mint magántulajdonban lévő vállalatcsoport az iparon belül mit jelent a magyar gazdaságban, akkor ezt megosztottuk, ezt a hírt több városi felületen, az én és a város Facebook oldalán is, és hát nyilván minden hivatásnak megvannak a maga a természetes adatai, amit figyeltük ennél a posztnál is, és jól jellemezte nem a lájkok száma, az is szép volt, hanem a megosztások száma és a kommenteknek a tartalma, hogy mit jelent a lelkületét tekintve a városnak a Videoton vállalatcsoport. Hogy hányan írtak saját történetet hozzá, hogy ők családilag hogy kötődtek, vagy kötődnek a Videotonhoz, hogy nekik mit jelentett a múltban és a jelenben ez a vállalatcsoport. És figyelthettük azt, hogy ez ebben az értelemben egy nagy családi történet is, ha szabad így fogalmazni, a város egészét tekintve. Nyilván a több évtized miatt és amiatt, hogy nem nagyon találunk olyan Fehérvár és Fehérvár környéki, és itt most nagy környékről kell már a mi esetünkben beszélni a helyi ipargazdaság erőssége okán, akik ne kötődnének családként valamilyen módon a Videoton vállalatcsoporthoz. Azaz, amikor egy Videoton siker, egy beruházás, egy pozitív történet a nyilvánosság elé kerül, akkor ők is maguk ezt magukénak érzik, és úgy érzik, hogy valamit a múltban vagy a jelenben ők is tettek vagy tesznek azért, hogy ezt a sikert ez a vállalatcsoport mint közösség el tudja élni. Tehát ezért mondom, hogy a város életében a Videoton vállalatcsoport, ha szabad így fogalmaznom, több mindegy vállalat, több mindegy gazdasági szereplő. Egy olyan közösségi erő is, amitől ez a város fejlődni tudott a mostanáig, és az ilyen beruházások okán fejlődni fog a jövőben is. De ennek a közösségi történetnek is fejlődnie kell ahhoz, hogy a Videoton és rajta keresztül a város egésze is fejlődni tudjon. És csak egy rövid gondolat, ha már így a munkaerő kérdése és nyilván ezzel kapcsolatos nehézség elhangzott, illetve az, hogy ehhez a beruházáshoz konkrétan ki és milyen támogatást adott, vagy éppen nem ehhez adott, hogy mi mindig jelezni szeretnénk, hogy a magas adóerőképesség okán a beszámítási és egyéb befizetési kötelezettségeink milyen jó lenne, hogyha a támogatási rendszerek vonatkozásában utána pedig itt hasznosulnának a helyi gazdasági szereplőknél. Úgy gondolom, hogy az egy olyan kölcsönhatás lenne, ami egyértelmű bizonyítaná, hogy a város akkor fejlődik, ha a helyi gazdasága fejlődik, és szerintem a helyi gazdaság is csak akkor tud fejlődni, hogyha a város egésze is fejlődik, mert ezzel tekintetben egy kölcsönhatás. Úgyhogy ebben a vonatkozásban is remélem, hogy a következő években tudunk akár helyi ösztönző rendszer tekintetében is ilyen támogatási struktúrákat kidolgozni, hogy ilyen jellegű beruházások a jövőben is szülessenek a városban, különösen a technológia vonatkozásában, hiszen nyilván a munkaerő kérdésében
és arra adott válaszban az egyik legfontosabb, az biztos technológiai természetű válasz lesz. Magyarul digitalizáció, robottechnika, és az a kérdés, hogy Fehérvár és ezek az ipari központok hogy fogják ezt az újabb óriási lépcsőt közösen a gazdasági szereplőkkel és az állammal megugrani, ami nem csak Fehérvár érdeke, hanem az összmagyar gazdaság és az összmagyar költségvetés számára is kiemelkedően fontos kérdés. A jövő év végére elkészülő új épületben 8500 négyzetméteres lesz a gyártóterület, 4500 négyzetméteres a raktár, és korszerű irodánkat is kialakítanak. A tervek szerint 2019-re a dolgozók létszáma 1000 fölé nő.